Előbb egy sima, aztán egy szoros vereség, a csoport papíron két erősebbje a dán és a spanyol válogatott ellen, aztán a végére a most vagy soha csata a verhetőnek titulált csehekkel, akik azonban 33-27-re győztek a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, így Jubo Vranjes válogatottja 0 ponttal kiesett, a minimum szövetségi cél sem teljesült. Tomori Győző a Dabas trénere elemez nálunk. Jó reggelt kívánok, szervusz Győző! Jó reggelt, sziasztok! Szíven ütött, mellbevágott, nagy csalódás az EB? Én úgy gondolom, hogy csalódásnak nem szabad felfogni. Nyilvános csalódás, és az sajnálatos dolog, hogy nem tudunk tovább játszani, és három ilyen mérkőzés, ilyen hangulatú, éles EB mérkőzés az elmarad a felkészülésnek tekinthető Európa-bajnokság alatt. De szerintem a pozitívumokat kell itt keresni ebbe a három mérkőzésbe, azért én láttam pozitívat is, úgyhogy... Nézzük meg mind a kettőt, kezdjük a pozitívumokkal, és ilyen szempontból, tudom, hogy egyértelműen a spanyolok elleni csata volt a legérdekesebb, de melyek azok az észrevételeid, ami mindhárom mérkőzés, hát az EB-n látott Vranjes-féle magyar válogatottra pozitívunként jellemzőek voltak? Tulajdonképpen, ha a három meccset nézem, és így szétbontjuk meccsekre, akkor sajnos ez a csehek elleni sorsdöntő mérkőzés volt a legrosszabb meccsünk az Európa-bajnokságon. A dánok ellen is egy 40 percig, én azt gondolom, hogy nagyon magas szinten, és tényleg egy szuper kézilabdát játszottunk. A spanyolok ellen majdnem végig tudtuk ezt vinni, és a csehek ellen valami elfogyott, nem tudtuk érvényesíteni az akaratunkat egy 15 perctől eltekintve. Én nekem a védekezésünk ezen az első két mérkőzésen ez nagyon tetszett, és úgy gondolom, hogy ez pozitív, és a jövőre nézve ebből tudunk tovább építkezni, illetve az, hogy a fiataljaink, akik bekerültek a csapatba, tényleg játék lehetőséghez jutottak, és meg tudták magukat mutatni egy ilyen világversenyen. Közülük kik voltak a legjobbak, a legelfogadhatóbb teljesítménynyújtók, mármint a fiatalok közül szerinted? Én szerintem bárkit említhetnénk a fiatalok közül, de egy Ligetvári Patrik, hogy most már tényleg oszlopos tagja a védekezésnek, és nagyon komolyan tudja működtetni a hármas pozícióba, illetve egy Bartók Donátot említenék, aki tényleg az első válogatottságá, az első világversenyen így tudott támadásba hozzátenni a csapatjátékához, a szuper, illetve a Fekete Dávid, a szélsőnk, amennyi lehetőséget kapott, szerintem is tudott élni vele. Ha lehetőséget kap a ti fiatok Ország Ádám, mert a két meccs után élt Vranjes mester a csere lehetőségével, és két fiatal szélsőt hívott be a bővebb keretből, tehát annyit változtatott, akkor ő is bizonyított volna? Biztos vagyok benne, hogy bizonyított volna. Sajnálom, hogy nem játszott, de én úgy gondolom, hogy hosszú távon ő alkalmas lehet arra, hogy a magyar válogatott jobb szélső pozíciójában segítse a csapatot. Egyetértesz Vranjessel abban, amit korábban már megfogalmazott, hogy komoly szélső gondok vannak a Magyarországon, a magyar kézilabdában? Hogy elhanyagolták ezt a posztot? Tulajdonképpen nem gondolom, hogy elhanyagoltuk a szélső pozíciót. Itt azért azt látni kell, hogy hosszú évekig volt egy olyan garnitúra, ugyanúgy szélső átlövő garnitúra, egy Iváncsik testvérek, vagy egy Gulyás Petit említve akár, akik hosszú távon megoldották, ez ilyen 10 év távra tudunk visszanézni. Nem volt olyan kiugróan tehetséges fiatal, aki oda tudott kerülni melléjük, hiszen nagyon magas szinten kézilabdáztak. Valószínűleg ez az oka annak, hogy most jelenleg így, hogy ők kikerültek a válogatott látóköréből, és befejezték a pályafutásukat, nincs jelenleg olyan, aki ilyen szinten tudja helyettesíteni őket. Amit mondtál, abból az következik, hogy érdemes, leginkább érdemes a csehek elleni meccset górcső alá venni, hogy ott vajon mi történhetett.
És mi történt azon kívül, hogy ezen a meccsen volt a legkevésbé jó formában, a legrosszabb formában a magyar válogatott? A szövetségkapitány elszúrta valamit taktikailag szerinted? Azt nem gondolom, hogy az én posztom megítélni, hogy taktikailag mi volt hibás és mi nem volt hibás. A cseh mérkőzéshez azért az hozzátartozik, hogy két olyan csapat találkozott egymással, ugye a csehek, akik az olimpiai bajnok dánok ellen győzedelmeskedtek, és a magyar válogatott, aki a játékosok bevallása szerint is pontot érdemelt volna, és akik itthon vagyunk, mi is úgy gondoljuk, hogy pontokat érdemeltünk volna azon a mérkőzésen. Tehát egy ilyen lelki állapotbeli különbséggel érkeztünk erre a mérkőzésre, és ez tulajdonképpen a negyed óra után látszott is az egész játékon. Tehát, ha összehasonlítod a most látott magyar válogatottat, ezt a keretet, ezt az állományt, ezzel a cseh csapattal, akkor tulajdonképpen igaza van Vranyesnek abban, hogy alapesetben a két garnitúra tudását összevetve, ha mi jó formában vagyunk, akkor mi megverjük mindig a cseheket? Vagy megvernék mindig a cseheket? A cseh csapat egy nagyon jó csapat. Nagyon jó átlövősorral rendelkeznek, kiváló vonaljátékosaik vannak, de én is úgy gondolom, hogy 10-ből 8-szor biztos, hogy megvernénk őket. Ott a tegnapi mérkőzésen volt olyan egyéni teljesítmény a cseh csapatban, 2-3, ami meghatározta a mérkőzést és meghatározta a végkimenetet. Talán ez hiányzott nálunk a tegnapi mérkőzésen. Van egy kulcsszereplő, akiről beszéljünk külön, Lékai Máté, az irányító szerepkörében. Bravúrok mellett sokszor és számos zicsert is elhibázott, eladott labdákat. Nyilván más a helyzete, mint a Veszprémben. Minden azon múlik, hogy milyen környezet és milyen játékostársak veszik körül, és milyen támogatást kap. Túl nagy volt a teher rajta? Néha? Én úgy gondolom, hogy itt az említett játékosok, szélsők után azért arról is beszélni kell e kapcsán, hogy azért nincs egy Nagy Lászlónk, aki úgy vezéregyénisége volt a védekezésnek, mint ahogy a támadásnak. Nyilván ezt a szerepet a jövőben és itt is az Európa-bajnokságon át kell vállalni. A Máténak nem élete világbajnoksága volt, ez tény, de Európa-bajnoksága, de én úgy gondolom, hogy azért nagy részt jól megoldotta, de ahogy mondtad, sok hiba csúszott a játékába. Összességében számodra a torna legnagyobb tanulságai magyar szempontból? Az, hogy dolgozni. Kiadott a szövetség vezetése egy közleményt, mérhetetlenül csalódottak, ugye az alapcélkitűzés az, hogy menjünk tovább a csoportba és 6 meccset játszunk legalább ezen a kontinens tornán, ez sem teljesült, és ugye a legjobb teljesítmény, mondja a szövetség, a magyar szurkolók nyújtották Varasdon a kitartásukkal és a lelkesedésükkel. Hát ez biztos, hogy a magyar szurkolókra nem lehetett panasz, már csak miattuk megérte volna még 3 meccsre ott maradni. De az edző szempontjából a legfőbb szakmai tanulságuk. Én úgy gondolom, hogy le kell vonni nyilván a következtetéseket, meg kell nézni, hogy a játék mely elemeibe tudtunk fejlődést mutatni az elmúlt időszakhoz, mely elemekbe stagnált, vagy esetleg visszalépés volt ez a 3 mérkőzés, illetve az elmúlt évek hozománya volt valamilyen szinten ez a taktikai behatároltság, ahogy kézilabdáztunk, és amit ki tudtunk vinni most a pályára. Ezt a jövőben biztos vagyok benne, hogy dolgozni kell tovább, és hozzá kell tenni azokat a taktikai megoldásokat, azokat a védekezésbeli variációkat, amit től sikeres lesz a válogatottunk. Egy NB1-es csapat, mondhatom azt, hogy jól szereplő, meglepetés csapat, újonc vezetőedzője, vagy szerinted hosszú távon szerencsés állapot az, hogyha egy NB1-es csapat vezetőedzője a szövetségi kapitány egyben? Van ennek lényeges döntő szerepe? Abból a szempontból, hogy testközelből látja
a magyar játékosokat és a magyar bajnokság aktív szereplője. Abból a szempontból mindenféleképpen szerencsésnek tartom. Nem gondolom, hogy hátrány lehet egy klub edzőség és a válogatott edzői poszt betöltése. Szerintem nem egy rossz dolog. És végül rátok térve, a te perspektívádból ilyenkor gyakran elhangzik, persze nem csak EB kudarc után, hanem általában is téma, magyar bajnokság, a magyar bajnokság felhajtó ereje, ösztönzői a magyar fiatalokra nézve, avagy a légiós áradat. Egy olyan helyzetű klub és csapat, mint a tietek, annak a kispadjáról ezt hogy látod? Ez is egy érdekes kérdés. Igen, amerre elmentünk, és ahol most tartunk jelenleg, nem biztos, hogy a magyar kézilabda és a magyar válogatott szempontjából a legszerencsésebb állapot. Természetesen itt a két-három nagy klubot kivéve biztos vagyok benne, hogy olyan irányba kéne elmennünk, hogy a magyar tehetségeknek, a magyar fiataloknak még több teret adni az NB1-es bajnokságba. Erre egyébként tettünk is javaslatokat a szövetségnek, illetve a szövetség is tett lépéseket ennek ürügyén. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon csak ez lehet a megoldás, és csak így fogjuk tudni a magyar válogatottat alulról fölépítve erősíteni, hogy minél több magyar tehetséges fiatalt az NB1-es csapatoknak foglalkoztatnia kell folyamatosan. Győző, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.